A 77 Elektronika Kft. 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő cég, amely közel 40 éve gyárt saját fejlesztésű orvoselektronikai eszközöket, mind személyes, mind laboratóriumi használatra. Ez a 77 Elektronikának az első fejlesztése egy vércukormérő, amivel a beteg otthon tudja mérni a vércukrát, és nem kell orvoshoz menjen, vagy éppen nem kell kórházba feküdjön. A készüléket természetes módon továbbfejlesztettük, és ma ezt a készüléket gyártjuk. Azt mondjuk, hogy ez vércukrot is tud mérni, de ezen túlmenően a készülék 1000 adatot összegyűjt, és át tudja adni vagy e-mail rendszeren keresztül, vagy mobiltelefonon keresztül, sőt újabban az ESZT-n keresztül is föl tudja adni az orvos részére. Mindez újabb mérföldkövet jelent az egyénre szabott online orvoslásban. Így nem véletlen, hogy a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-ben közel 250 millió forinttal támogatta a Diabetes Management rendszer fejlesztéseket a 77 Elektronika Kft.-nél. Emellett a társaságnak egy dél-koreai céggel együttműködve egy folyamatos cukormonitorozó rendszert is sikerült kifejlesztenie. A lényege az, hogy egy szenzorral működik, amit a betegnek a karjára kell fölhelyezni, és ez a szenzor 5 percenként mintát vesz a vérből, és kiértékeli. A különböző fejlesztések pedig a felhasználókat is elégedettséggel töltik el. Most jelenleg éppen az Ethalon B készüléket használom, aminek nagy előnye, hogy Bluetooth-szal tud kommunikálni, ezáltal a D-kont e-naplóba automatikusan felkerülnek a mért cukorértékeim. Pár hónapja elkezdtem használni a folyamatos cukormonitorozó rendszert is, amivel még könnyebb a cukorértékeimet a határon belül tartani. Ezen kívül még tudom naplózni az étkezési eseményeket, a sporttevékenységeimet, valamint az adataimat meg tudom osztani a családtagjaimmal és a kezelőorvosommal is. A Kft. Immáron 15 esztendeje vizeletvizsgáló készülékek gyártásával és fejlesztésével is foglalkozik. Ehhez pedig a cég az Export 2017 konstrukció keretében 376 millió forintos támogatást nyert el az NKFI alapból. A vizeletanalizátor, amit itt látunk, ez tulajdonképpen két gépből áll. Az egyik a vizelet kémiát vizsgálja, a másik a úgynevezett vizelet üledéket. Ez a 77-nek mondjuk az zászlós hajója, ami azt jelenti, hogy a cég a termelésének a 83%-át exportálja, és ennek döntő többsége ez a nagy vizeletanalizátor. A társaságnál több mint 100 kutatófejlesztő dolgozik, akiknek nem egyszerű a feladatuk. Mérföldkő számunkra, hogy az e-naplót sikerült integrálnunk az ESZT rendszerbe, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve ebbe az egységes rendszerben megjelennek a vércukormérési adatok, és ez úgy az orvos és a felhasználó részére is nagy könnyebbség. Az alapítása óta a kisvállalkozás 850 főt foglalkoztató cégcsoporttá nőtte ki magát. Ugyanakkor Cetvic Sándor kiemelten fontosnak tartja a folyamatos együttműködést a hazai egyetemekkel is. Az egyetemeken olyan szürke állomány van, hogy ezt nyilvánvalóan kell lenne kihagyni, és folyamatos együttműködünk a SOTE-val, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel, és ami nagyon fontos, a Budapesti Műszaki Egyetem, ahol főleg az optikai témákban is aznál nagyon sok van, kapunk segítséget. A magyar cég termékei jelenleg a világ 100 országában már megtalálhatók, a munka azonban így sem áll meg. A következő fejlesztési lépcső ennek a nagygépeknek a továbbfejlesztése, és attól kezdve egy csomó olyan szolgáltatást tudunk nyújtani a laborok és a kórházak részére, amit a korábbi gépeink nem tudtak. A nagyvállalat az éves több mint nettó 35 milliárd forintos árbevételének 6-8%-át forgatja vissza kutatás-fejlesztésbe, mely révén számos szakmai elismerést tudhat magáénak.